A legnehezebb döntésekhez kell a legnagyobb elszántság. Kíváncsi vagyok, miért akarsz mindenkit ilyen erősen meggyőzni, hogy ugyanezt higgyék? Szabad akarat. Emlékszel? Mindenkinek van egy titka. Egyesek jobban elrejtik, mint mások. Az átlag ember azzal tölti a napjait, hogy chipset tömköd a gyomrába. Az átlag ember olyan húgyagyú, hogy nem képes megbirkózni a felnőttek elé kerülő bonyolult problémákkal. Az átlagember 40 éves korában hájas idióta. Legalábbis lélekben. Maguk nem élnek. Maguk még utat törhetnek a világ mocskába, és megláthatják a dolgok legmélyebb lényegét. A harag, a bosszúvágy, a dű, a fájdalom mind csodálatos ösztönzők. Itt sokkal tisztábban látok, úgyhogy mehet a menet. Erős vagy, mint én. Mindig jót akarok. Komolyan. De mindent kimondok, amit gondolok. Ez az én bajom. De aztán valahogy mégis mindent elrontok. Bár nem túlságosan. Nem vagyok képes tanulni a hibáimból. Az, amit keresel, itt ever előtted. Akár csak az, amitől félsz. Majd belejössz. Az emberek gyorsan felejtenek. Látok egy súlyt, ami kampókkal kapaszkodik a szívébe. Lehúzta magával a mélybe az a bizonyos súly. Csak azzal kell őszintének lennünk, ami itt van. A zárt szobában. Kiderül az igazság. Mindenki rájön, amint elvágják a köteleket. Tudod, mi a legnagyobb különbség kettőnk közt? Igen. A tagadás. Képtelen vagy beismerni a kéteit. Ez a legnagyobb tagadás. Belenézek a szemedbe, és látom a lelkedet. Egy árnyék vesz körül, fiam. Minden szétmar, mint a sav. Te egy démonnal viaskodsz.
Ebben a világban semmi sincs megoldva. Elég, ha belenézek a szemükbe, és ott van minden. Az éjségét mindenki a szívében hordja.